Sziasztok! Azt hiszem, hogyha a Biblia összes könyvét tanulmányoznánk, és belevetnénk magunkat a könyvekbe egyenként, akkor mindegyikre azt tudnánk mondani, hogy ez a kedvencem, mindaddig, amíg el nem kezdenénk a másikat tanulmányozni. És ugyanígy vagyok én is ezekkel a könyvekkel, akár Lukáccsal, akár Rúttal, akár most Jakab levelével, amit el fogunk kezdeni, hogy annyira nagyszerű igazságokat mutat meg Jakab ebben a levélben, annyira sokat fogunk gazdagodni a levél által, hogyha velem maradtok, ha itt vagytok velem, akkor ezt csak garantálhatom, hogy Jakabnak és Istennek olyan üzenetei vannak ebben a könyvben, ami nagyon fontos a keresztény életünkre is, és arra a hitünkkel kapcsolatban, a cselekedetekkel kapcsolatban, a gondolkodásunkat, a gazdagságról, a szegénységről, a nyelvnek a bűneiről fog beszélni Jakab, a gyülekezeti életről fog beszélni, a gyülekezeti közösségről, az imádságról, a betegek felett való imádkozásról, és még sok mindenről. És érdekes nagyon ez a levél, mert kicsit ellentétbe állítják Pál leveleivel, aki ugye a kegyelmet prédikálja, a római levélben főleg, de mindvégig a leveleiben a hitáltali megigazulásról ír, Jakab pedig ugye sokat beszél a cselekedetekről, sokat beszél arról, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, és a cselekedetek által mutatkozik meg az embernek a hite, és a hit az olyan, ami az ördögök is hisznek és rettegnek. Szóval nagyon izgalmas. A levél 40, Krisztus után 40, 44 és 62 között íródhatott valamikor, és a bibliakutatók gondolkodtak azon is, hogy talán ez Pál leveleire való reagálás el Jakabtól, vagy éppen nem. De valószínűnek tartják, hogy a Jakab levele az egyik legkorábban íródott levelek egyike, és bár Pál találkozott Jakabbal, de nem valószínű, hogy ez a levél egy reagálás lenne, hanem lehetséges az, hogy talán egy egész más környezetnek írta, mint Pál, és emiatt is változik a témának a hangsúlyossága és a mérleg nyelve kicsit elmegy a cselekedetek irányába, de majd meglátjuk, hogy ez hogy van egyensúlyban, és hogy Isten igéje nem mond ellent ebben a dologban egymásnak. És ez miatt is nagyon érdekes. És az miatt is, hogy Jakab ugye Jézus testvére, féltestvére volt, aki írta ezt a levelet. Van egy másik féltestvére is a Bibliában, aki levelet írt, méghozzá Júdás levelét, és mindketten testvérei voltak Jézusnak, féltestvérei, akik ugye kezdetben gúnyolták és nem hittek Jézusban, mint megváltóban, messiásban, mint akinek ő vallotta magát, és együtt nőttek ugye fel vele, és ugye ebből adódik a kérdés, hogy milyen lehetett egy olyan emberrel, Isten fiával együtt élni, hát családban, aki Jézus Krisztus volt. Milyen lehetett az ő testvérének lenni, aki ugye a Biblia szerint bűnt nem követett el soha. Akik családban élünk, tudjuk azt, hogy alakulnak a kapcsolatok, és egy gyerek
mennyire sok engedetlenséget, rosszaságot követ el. Vajon milyen lehetett Jézust látni Jakabnak, Júdásnak és a többieknek, mint tökéletes gyereket? És anyaként is, milyen lehetett vajon ezt megélni, hogy egy ilyen gyereked van, de látjuk azt, hogy Mária is, és a testvérek is nem fogták fel igazából azt, hogy Jézus kicsoda, talán nem is lehetett a családban ezt így feldolgozni. És képzeljétek el, hogy tudjuk azt Jakabról, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, akkor rájött arra az időtájt, hogy ő két gúnyolt, és kinek a testvére volt. És miután Jézus meghalt, megfogadta, hogy ő nem eszik a halála napjáig, és halálra éhezteti magát. És a történet szerint, amikor Jézus feltámadt neki, és Júdásnak is külön megjelent, és Jézus feltámadott Jézus vetett véget aztán Jakab éhezésének. Szóval a testvérek felismerik Jézusban a messiást, a királyt, felismerik azt, akinek ő vallotta magát, megváltónak, a zsidók királyának, Isten fiának, és követik őt. És két levelüket találjuk a Bibliában, Jakab és Júdás levelét. És más Jakab is volt a Bibliában, de azért tulajdonítják Jézus féltestvérének ezt a levelet, azért is, mert ez a Jakab, aki Jakab levelét írta, a bemutatkozásából is látszik, hogy nem kellett nagyon bemutatnia magát, egy egyszerű bemutatkozás van a levél elején, viszont egy olyan levelet tartunk a kezünkben, aminek a 108 verséből 50 parancsot tartalmaz, és ez is mutatja azt, hogy ez egy olyan tekintéllyel bíró Jakab írta ezt a levelet, akinek fontos volt a szava. És ez a Jakab, a Zebedeus fiak közül ugye az egyik Jakabot kivégezik már a korai időkben, úgyhogy ő nem lehetett. A többi Jakabról, akiről tudunk a Bibliában, akik Jézus kortársai voltak, ők pedig nem töltöttek be olyan szerepet, mint aztán Jézus féltestvére, aki a gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet feje lett. És látjuk azt, hogy amikor a zsidó és pogány kérdésben meg kell kérdezni valakit, akkor a döntő szó Jakabé lesz. Ez a Cselekedetek 15. fejezetében található ez a rész, ha kíváncsiak vagytok, olvassátok el. Amikor a pogányok és a zsidók együtt éléséről és a hitük megéléséről van szó, akkor őt kérdezik meg. Szóval Jakab a jeruzsálemi gyülekezetnek a feje, Jézus féltestvére, egy nagy tekintéllyel bíró ember, aki azon fog dolgozni, hogy a zsidókat és a pogányokat összetartsa, a zsidó gyülekezetet, zsidó keresztény gyülekezetet és a pogány keresztény gyülekezetet összetartsa és együtt tartsa, és ez az ő feladata. A levél is zsidó keresztényeknek és pogány keresztényeknek is íródik, és mit mondjak még róla, így röviden, hogy talán a becenevei ennek a Jakabnak az volt régebben, ugye, hogy a kicsi Jakab valószínű, hogy kisebb volt, mint a testvérei, és az igazságos Jakab, a fair Jakab, Jakab, aki a gyülekezet oszlopa, Jakab a bölcs, és miután meghal,
és a testvérek, a keresztény testvérek intézik a temetését, akkor felfedezik azt, hogy a térde olyan volt, mint a tevének, így kijöttek a térdei, és arra következtettek, hogy ő egy imádkozó ember volt, egy olyan ember volt, aki használta a térdeit az imádkozásra, és ezért tevetértő Jakabnak is nevezték őt. Ez volt az utolsó név, amivel őt illették. Egy békeszerző emberről van szó, tehát aki békét akar szerezni a pogányokból lett keresztények és a zsidókból lett keresztények között. És holnap még sok mindent el fogok mondani róla, Jakabról, a halálának a körülményeiről is, ami nagyon érdekes, és előjáróban talán ennyit. A levél, még annyit talán, hogy a levél a szétszóródott zsidókból lett keresztényekhez szól, és talán ennyit mára. Holnap folytatom, és elkezdjük talán olvasni a levelet is. Remélem, hogy felkeltette az érdeklődéseteket ez a bevezetés. Kívánom, hogy tartsatok velem, írjátok meg a gondolataitokat, jöjjetek velem együtt ebben az egész utazásban. Sziasztok, Isten áldjon titeket!